már réges régen különböző területeken, elsősorban civilként tettük a dolgunkat, mindig ugyanaz a cél vezérelt minket, Magyarország, a magyarság és tágabb értelemben a civilizációnk megmentése és felemelése. Továbbra sem változott ez a cél. Azt látjuk, hogy zuhan a magyar gazdaság, egyre rosszabb helyzetben vagyunk, hosszú távú kilátásaink azok nagyon rosszak, hiszen azok az ágazatok, amelyekben lehetne valójában ma magyaroknak, Magyarországnak fejlődni, ahol kitörési lehetőségeink vannak, azt csak leépítették az elmúlt 14 évben és az elmúlt néhány évtizedben is. Ugye a Fidesz úgy jött át a liberális internacionáli oldaláról a nemzeti oldalra, hogy magával hozta a liberális internacionálé világát és azokat a figurákat, ez a probléma. A legrosszabbat teszi az egyébként rongyrázó, korrupt, óriási, hatalmas, jaktokon ülő rendszert látva, mit csinál egy fiatal? Ez ellen föllázad, és azonosítja a lázadást a nemzeti értékek elleni lázadással. Hatalmas a felelőssége a Mi Hazánk mozgalomnak, hogy tényleg jó irányba tereljük a következő nemzedékeket, hogy legyen miről beszélni, hogy legyen jövő. Tradíció, hagyomány, értékek, hit, ezek nagyon fontosak, hogyha azt akarjuk, hogy a magyarság megmaradjon, és több gyermek, több család legyen a hazánkban. Szeretnénk megmenteni Magyarországot és a Kárpát-medencét. Mi látunk még egy nagyon fontos értéket, ami Magyarországot felemelheti, és ez pedig a magyar szellem, a magyar tudás. Mondhatnám azt is, hogy egy magyar szilíciumvölgyet álmodik a Mi Hazánk mozgalom, de nem pontos, hiszen nem csak az információtechnológia szektor számára szeretnénk egy ilyet létrehozni, hanem minden magyar tudást szeretnénk itt. Ha úgy tetszik, akkor a K plusz F kutatásfejlesztést szeretnénk felemelni, ugyanis nagy lehetőségeket látunk a magyar tudásban. Nagyon kevés időnk maradt arra, hogy megmentsük a magyar vidéket, a magyar mezőgazdaságot. Vannak még mindig magyar dolgozók ebben az országban, még nem sikerült mindenkit lecserélni pakisztáni, bangladesi vendégmunkásra, bár ez a cél jelenleg. Nagyon fontos, hogy az ő érdekeiket hatékonyabban tudjuk a jövőben képviselni, de mondhatnám a rendvédelmi szervezetek tagjait, akiknél nem csak arról kell beszélni, hogy magasabb fizetést kell nekik adni, hanem a jogköreiket át kell alakítani. Az nonsens, hogy 30 éve az SZDSZ szellemisége uralja a rendvédelmet, tehát a rendőrnek kevesebb joga van, mint a bűnözőnek. Ezt meg kell változtatni, és vissza kell térni a rendpártisághoz. Aki bűnöző, aki megrögzött bűnöző, vagy ezzel a szándékkal törve az országba, azok számára nincs kegyelem. Őket ki kell vonni a társadalomból, a tisztességes és tevékeny építő dolgozó magyarok érdekében számítunk rátok, ezt nagyon fontos hangsúlyoznom, számítunk a véleményetekre, nagyon fontos lenne, hogy maradjunk kapcsolatban. Szeretném a mikrofonhoz hívni azt az embert, aki nélkül a magyar politikában a nemzeti jelzőt, csak a hazánkat valójában a külföldi érdekeknek maradéktalanul kiszolgáló, és eközben homoszexuális partikra járó elvtelen politikusok bitorolnák. De a Mi Hazánk mozgalom megalapítása, parlamenti és az idei évtől európai parlamenti jelenléte garancia arra, hogy a nemzeti gondolkozást lehet becsülettel, tisztességgel és egyenes gerinccel is képviselni. Kérem, fogadják szeretettel a Mi Hazánk mozgalom elnökét és parlamenti frakcióvezetőjét, Toroczkai Lászlót. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ismét eljöttetek, és én is szeretném megköszönni elnök helyettes asszonynak a szervezést, illetve Botond barátomnak, bajtársamnak a szervezést, és rendkívül fontosnak tartom ezeket az összejöveteleket. És amiről ma itt majd beszélni fogok, abból kiderül, nem csak dr. Borvendég Zsuzsanna immáron európai parlamenti képviselőként van itt, mint ahogy hallottuk, tavaly pedig még ugyanígy ült az egyik széken, hanem sok egyéb olyan fejleményt fogok majd esetleg ma elmondani, amiből az látszik, hogy igenis van értelme ezeknek a találkozóinknak, és ha nem is tudom azt megígérni, hogy mindannyiótokból jövőre már európai parlamenti képviselő lesz, de az ötleteiteket, a munkásságotokat, azt próbáljuk azért beépíteni a saját politikánkban is, hiszen nagyon fontos, hogy mi mindannyian azelőtt, mielőtt 2018-ban megalapítottuk, életre hívtuk volna a Mi Hazánk mozgalmat, már réges-régen különböző területeken, elsősorban civilként
tettük a dolgunkat, mindig ugyanaz a cél vezérelt minket, Magyarország, a magyarság és tágabb értelemben a civilizációnk megmentése és felemelése. Továbbra sem változott ez a cél. Tulajdonképpen ott szeretném majd folytatni, ahol elnökhelyettes asszony Dóra befejezte, hiszen ő a demográfiára, a népesedésre fókuszált, és tény, hogyha nem maradunk meg, hogyha eltűnnek a magyarok, akkor minden egyéb törekvésünk az feleslegessé válik. Tehát ez egy olyan alapvető kérdés, amit nem lehet megkerülni, még akkor sem, hogyha én politikáról, gazdaságról szeretnék leginkább majd most beszélni. Bár igyekszem rövidíteni, bár elkövettem azt a hibát, hogy a telefonomat ott hagytam, de akkor nézem az órámat, ugyanis nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre. Egyrészt az lenne a kérdés, hogy reagáljatok majd arra, ami elhangzott, reagáljatok arra, amit az elmúlt egy évben, vagy akár az elmúlt mondjuk öt évben, öt esztendőben tett a Mi Hazánk mozgalom, illetve várom majd a részvételeteket, az együttműködéseteket mindabban, amiről majd itt beszélni fogok, ami egy kicsit ilyen távlati terv. De hát még mielőtt erről beszélnék, nagyon fontos arról a jelenségről szólni pár szót, ami a pártrendszer átalakítását, átalakulását jelenti, ami ebben az esztendőben történt, és ami alapvetően meg fogja határozni a következő másfél évet, és a 2026-os választásokat. De mi az, ami történt ebben az évben? Egy nagyon érdekes és nagyon mozgalmas időszakon vagyunk túl, ami a magyar politikát illeti, hiszen megjelent egy új szereplő a magyar politikában, aki alaposan átrajzolta a magyar politikai térképet. És ezt nagyon sokan a mi köreinkben egyfajta káros jelenségként értékelik. Én nem értek velük egyet. Bármennyire is meglepő, és bármennyire is okozott egyébként ez az átalakulás károkat a Mi Hazánk mozgalomnak is, főleg az európai parlamenti választásokon. Én mégis azt gondolom, hogy végső soron mindaz egy hasznos és jó folyamat, ami jelenleg történik a magyar politikában, és most kifejezetten a belpolitikáról beszélek először. Külpolitikáról és globális helyzetről hallottunk ma már. Hiszen mit is jelent a Magyar Péter jelenség? A Magyar Péter jelenség az arról szól, amit mi megjósoltunk, amiről beszéltünk 2018-ban. Hiszen 2018-ban a Mi Hazánk mozgalom életre hívásakor két nagyon fontos elemzést végeztünk el. Egyrészt elmondtuk azt, hogy a Jobbik és a Jobbik akkori vezetése elárulta a valódi nemzeti oldalt, és ezért nagyon fontos, hogy legyenek, akik tovább viszik a fáklyát, hogy maradjon még a magyar politikában tiszta szívű, olyan nemzeti politikai párt, olyan nemzeti erő, amely soha nem volt mondjuk a liberális internacionális része. De nem csak ezt mondtuk, hanem azt is mondtuk, hogy a Fidesz, bármennyire is kevesen hitték el ezt nekünk, nem örök életű. Hogy egyszer vége lesz a kétharmados uralomnak. Vagy így, vagy úgy. De leginkább önmagát fogja elintézni a Fidesz. Magyar Péter jelenség az erről szól. Hát Magyar Péter egy, mondjuk velem ellentétben, egy ízig-vérig fideszes. Magyar Péter a Fidesz terméke. Magyar Péter az, aki amióta belépett a magyar politikában, azóta folyamatosan egy igen komoly csapat, egy nagyon komoly marketing csapat áll mögötte, aki időről időre kénytelen elmagyarázni neki azt, hogy milyen a magyar valóság. Ugyanis egy burokban élt, mint ahogy a NER rendszer kegyeltjei évtizedek óta valójában így élnek. Halvány fogalmuk sincs a magyar valóságról. Ezért van az, hogy kimegy egy kerékpáros tüntetésre Budapesten egy 1,8 millió forintos fa kerékpárral, amit ráadásul nem is kell tekerni, hogyha jól láttam. És utána valaki szólt neki, hogy ezt többet ne csináld, mert az átlag magyar ember, mondjuk Pista bácsi nem ilyen kerékpárral közlekedik Ásotthalmon vagy Cserháthalápon. Ő nem ismeri a magyar valóságot. Ezért tényleg őszinte lelkesedéssel ül a vonaton, a vasúti szerelvényeken egy hőmérővel a kezében. Őszinte lelkesedéssel járja a kórházakat, és mutatja meg, hogy nincs WC-papír a WC-ben. Mert mint kiderült, ő eddig a VIP részlegen volt, és ott voltak kérésére a rokona is.
ő tényleg a NER terméke, ahogy mondtam. Az ő megjelenése a Fidesz azon válságáról szól, amelyet 2018-ban előre jeleztünk. És ez jó. Ez jó. Ez jó, mert le kell választani a nemzeti oldalról azt és azokat, akik nem odavalók. De nem csak ezért jó ez a jelenség. Azért is jó ez a jelenség, mert versenyre késztet minket. Az elmúlt 2 esztendőben kezdtem én magam is elkényelmesedni. Hiszen azt láttuk, hogy a Mi Hazánk mozgalom szépen, pontosan úgy, ahogy nagyjából mondjuk az én fejemben az előre el volt tervezve, szépen erősödött, már 10% fölött voltunk, nagyjából most januárban 10-15% körül állt a Mi Hazánk mozgalom, és láttam azt, hogy hát közel, stávol, miközben a Fidesz kinyírja, kivégzi, felszámolja saját magát, szépen előbb-utóbb a Mi Hazánk mozgalom lesz Magyarország legerősebb pártja. Ugye a balliberális pártokról nem is beszélek, hát gondolom azt mindannyian látjátok, hogy ott milyen szellemi, politikai és egyéb teljesítményre képesek, akár fizikai teljesítményre képesek. Tehát nyilván ők nem lesznek nagy versenytársaink, és ebből a szempontból az, ami Magyar Péter és a Tisza párt körül zajlik, arra mindent lehet mondani, de az, hogy nem aktívak, az, hogy nem profik, és persze sokkal több pénzük van, mint nekünk, azt ugye nem lehet mondani, és tényleg hirtelen egyik pillanatra a másikra egy olyan 30%-os megkerülhetetlen politikai erő jelent meg a magyar politikai pártrendszerben, amiről nem lehet megtenni, hogy ne beszéljünk. Ugye engem próbáltak, és azóta most már egyre kevésbé, de ugye sokan próbáltak arra inteni, hogy ne beszéljek róluk. Ugye még a Telex is egyszer írt, hogy sokat beszélek erről a jelenségről. Mi utólag most már látjuk, hogy mi nagyon jól tettünk, hogy azonnal beszéltünk a jelenségről. Nem beszéltünk, hanem elkezdtünk nyomozni, és elkezdtük felderíteni, hogy kik is állnak mögötte. Szeretnék emlékeztetni, ha már itt van a Magyar Jelen főszerkesztője, Horváth Tamás barátunk, hogy a Magyar Jelenben jelent meg az első leleplezés, ugye fotó sorozattal, hogy kik is azok, akik valójában Magyar Péter mögött állnak, és mit is képviselnek ők valójában. Ez nagyon fontos volt, ha mi ezt nem tesszük meg, ha úgy teszünk, mint a Momentum és a DK, vagy a kétfarkú kutyapárt, akkor sokkal több szavazatot elvehetett volna a Mi Hazánktól, mint így, hogy azonnal és azóta is kíméletlenül leleplezzük őket, és bemutatjuk, hogy valójában ők kik állnak mögöttük, és mit is képviselnek. Ez nagyon fontos volt, ezért kell róluk beszélni. Most már azért sem mondják, mert eddig is ugye beszéltünk Gyurcsányról és Orbánról. Gyurcsányról már nincs értelme beszélni. Most már Orbánról és Magyarról, vagy Orbán Viktorról és Magyar Péterről kell beszélni, hiszen ők az igazi kihívóink, ők az igazi versenytársaink mostantól, és sokkal izgalmasabb, mint Gyurcsány Ferencékkel, vagy akár a Momentummal versenyezni, vagy vitatkozni. Nem véletlenül hívtam ki Dajs Tamást és Magyar Pétert vitára, amire a mai napig nem voltak hajlandóak, bár Magyar Péter legalább tett egy gyenge kísérletet egy békéscsabai fórumon, ahol Mi Hazánkos szimpatizánsok ezzel szembesítették, de erre a vitára azóta sem került sor. Tartok tőle, hogy 2026-os választások előtt sem állnak ki majd ilyen vitára, ezért tényleg a futottak még kategóriával, ahogy fogalmaztam, voltam kénytelen vitatkozni, és hát Dobrev Klára hozta talán a legmagasabb színvonalat, de hát Donát Anna az nem volt egy igazi kihívás. Viszont a következő másfél esztendőben Orbán Viktorral és, ahogy mondtam, Magyar Péterrel viszont kell vitatkozni, és kell velük foglalkoznunk. Beszéljünk akkor először tényleg röviden, nézem az időt, nektek is maradjon, ezért tényleg próbálok röviden a Fideszről beszélni. Annál is inkább, mert nem véletlenül beszélek talán kevesebbet a Fideszről és mondjuk a DK-ról, hiszen őket nagyon jól ismerjük. Nem kell bemutatni, hát számotokra meg főként nem kell bemutatnom, ugye mi a helyzet a Fidesszel. A Fidesszel kapcsolatban az a nagy helyzet, hogy bár vannak és voltak az elmúlt 14 éves kormányzásuk idején előremutató pozitív kezdeményezések. Ugye ilyenek voltak talán 2010 utáni években volt talán a legtöbb, hiszen ott nem is volt olyan nagyon nehéz jól kormányozni Gyurcsányék után.
De mindaz a néhány pozitív eredmény, akár amit a demográfia terén sikerült elérni, hiszen volt előrelépés a 2010-es évek elején, akár amikor az államadósság csökkentését, ugye ne felejtsük el az IMF hitelt, amit a Gyurcsány-Bajnai kormány után megörököltek a magyarok. Tehát voltak ilyen pozitív eredmények, ezeket teljesen lenullázták az elmúlt években, különösképpen a Covid megjelenése utáni években láttuk azt, hogy olyan elképesztő károkat okozott a fideszes kormányzás, hogy mind a népesedési mutató visszazuhant most már a gyurcsányi szintekre az elmúlt években. Ma látjuk idén, hogy és a tavalyi esztendőben, hogy minden negatív rekordot megdöntöttek ezen a téren. Az államadósság szintje ugye az elmúlt években a Covid-ra hivatkozva olyan mértékben szállt el, ami megint csak a, már nem is a gyurcsányi, hanem a 90-es évek sötét éveit idézi, és mindemellett a Fidesz még egy területen, a külpolitika területén döntögetett negatív rekordokat. Én nem nagyon emlékszem olyan magyar kormányra, amely ennyire nyíltan szolgálta volna az izraeli érdekeket, mindig a magyar érdekek elé is helyezve, akár az ENSZ vagy egyéb nemzetközi fórumokon, egészen példátlan, amit a Fidesz ezen a területen tesz. Láthatjuk most akár a gázai konfliktus esetében, ahol azért embernek kéne maradni, ahogy én fogalmaztam a parlamentben, amikor Orbán Viktorral erről vitatkoztam. És nyilván nekünk, magyaroknak elsősorban a semlegesség kell, hogy legyen a célunk, hiszen mi sem zsidó, sem arab érdekeket nem kell, hogy szolgáljunk, mi magyar érdekeket, és tágabb értelemben a civilizációnk érdekeit kell képviselnünk, de azért maradjunk emberek. Amikor 10-15 ezer gyermeket mészárolnak le, akkor nem maradhat az utolsó kormány, a magyar kormány az egész világon, még az amerikai kormány egyébként zsidó származású külügyminisztere is szót emel, és egy kormány marad néma, és az a magyar kormány. Ez egészen példátlan. Mellesleg teszem hozzá, hogy ez is mutatja a Mi Hazánk mozgalom létének szükségességét, hogy totális nagy koalíció van ebben Magyarországon, hiszen a balliberális globalista oldal és a Fidesz tökéletesen ugyanazt képviseli ebben a kérdésben. Ez is példátlan. Nem tudtok még egy országot mondani a világon, ahol a teljes parlament úgynevezett jobboldalnak és baloldalnak, nem szeretem ma már ez, de jobboldalnak és baloldalnak nevezett spektruma ebben a kérdésben tökéletesen ugyanazt képviseli. Ilyen nincs még egy ilyen parlament az egész világon, mint nálunk. Képzeljétek el, amikor mondjuk az Interparlamentális Unió elnökségi ülésén azt kell végignéznem, ahogy a Fidesz és a KDNP elnökségi tagjai és Vadai Ágnes egymást támogatva az angolai IPU közgyűlés után, ahol ugye éles vita bontokozott ki a világ parlamentjeinek, delegációinak egyik része és a másik része között a gázai vérontás kapcsán, és az úgynevezett izraeli érdekeket, már nem is az amerikaiak, mert ők kivonultak az IPU-ból, a kanadaiak is feladták, ott maradtak szemben az arab országokkal, Kínával, Oroszországgal. Tudjátok, ki volt az egyetlen politikus, aki az üvöltözésbe halló az angolai parlamentben zajló vita során ott maradt és képviselte tovább az izraeli érdekeket? Egy magyar politikus, a magyar delegáció képviselte Vadai Ágnes személyében az angolai parlamentben. A világ másik felével szemben. Tehát nálunk ilyen szintű nagy koalíció van. Ha nem lenne a Mi Hazánk mozgalomnak parlamenti frakciója, akkor senki nem jegyezte volna meg, hogy talán amikor a gázai véres konfliktusról van szó, akkor nem elég kizárólag az izraeli nagykövetet meghívni, hogy mondja el, hogy mi történik Gázában. Talán a palesztin nagykövetet is illendő lett volna meghívni, hogy mind a ketten mondják el, hogy mi magyarok egy hiteles és teljes képet kapjunk. Egyedül a Mi Hazánk mozgalom tette ezt szóvá. De az előbb ugyan említettem már a Tisza pártot, és hogyha a Fideszről azt mondtam, hogy a Fidesz, legalábbis hogyha a népesedési adatokat, a gazdasági adatokat jelenleg nézzük, akkor azt látjuk még akkor is, hogyha a magyar kormány nagyon gyakran hivatkozik arra, hogy milyen jók a gazdasági mutatóink. Itt Csat Magdolna adataira szeretném fölhívni a figyelmet, aki világosan rámutat arra, hogy természetesen lehet a számokkal játszani, tehát általában a GDP-re is lehet hivatkozni, de hogyha minden egyéb mutatót megnézzünk, akkor azt látjuk, hogy zuhan
a magyar gazdaság, egyre rosszabb helyzetben vagyunk. A valós tények, a valós adatok, és főleg azok a számadatok, amelyek arról szólnak, hogy hogyan élnek a magyarok, az alapján mindenféleképpen gazdasági értelemben is egy zuhanó repülésben vagyunk. A demográfiát érintettük, és külpolitikára is úgy érzem, hogy bár a magyar kormány és Orbán Viktor nagyon büszke arra, hogy most már inkább a külpolitikára helyezi a hangsúlyt, és én magam is egyetértek azzal, hogy ma már nem lehet belpolitikát tervezni külpolitika nélkül. A globalizáció, tetszik vagy nem tetszik, technikai értelemben megvalósult, jelentős részben megvalósult, és legalább van talán egy pozitív eredménye vagy haszna, az, hogy lecsökkentek a távolságok, csak Magyarország nem használja ki az ebben rejlő lehetőségeket, akár akkor, hogyha arról beszélünk, hogy mit lehetne innen exportálni, a világ rengeteg helyére lehetne nagyon sok mindent vinni Magyarországról, ugye ez nem működik, vagy akár a turizmusról, ha beszélünk, hogy ma már nagyon könnyen és szinte bárki a világ bármely pontjára el tud jutni, és Budapest még így is a világ 10 első számú turisztikai desztinációi, csúnya idegen szó, célállomása magyarul között szerepel, amikor a világ legszebb fővárosait rangsorolják turisztikai értelemben, úgy, hogy amikor az előbb említett angolai közgyűlés, ahol Vadai Ágnes gyakorlatilag nem magyar, hanem izraeli érdekeket képviselt, tartottam a repülőtérrel, akkor megállapítottam, hogy a luandai, ugye ez Angola fővárosa, bevezető út, illetve a kötött pálya állapota jobb állapotban van, mint Budapesten, ami azért elég kemény dolog, hiszen 30 évig volt polgárháború, turista pedig egyáltalán nincsen Angolában. Hát akkor, hogyha mindezt figyelembe vesszük, akkor azt látjuk, hogy hosszú távú kilátásaink azok nagyon rosszak, hiszen azok az ágazatok, amelyekben lehetne valójában ma magyaroknak, Magyarországnak fejlődni, ahol kitörési lehetőségeink vannak, azt csak leépítették az elmúlt 14 évben és az elmúlt néhány évtizedben is. Tehát, hogyha mindezt végig vesszük, akkor nem sok pozitívumot tudok ma 2024-ben a Fidesz kormányzásáról elmondani. Ha ezt megkérdezik 10 évvel ezelőtt, lehet, hogy valószínűleg többet tudtam volna elmondani, vagy 2015-ben, amikor nagy reményeket fűztem ugye a határkerítés megépítéséhez, és akkor tényleg azt gondoltam, hogy hú, de jó, mert most megment minket a Fidesz kormány a migrációtól. Ma pedig már vendégmunkásokról szóló törvényt terjesztett a Fidesz a parlament elé, és szervezetten nyitották meg és nyitják meg a lehetőségét annak, például az olyan amerikai gyökerű multinacionális globális nagyvállalatok számára, mint mondjuk a Volt, amelynek ugye ételfutár cégről beszélünk, amelynek a hivatalos üzletpolitikája az, hogy nem helyieket kell alkalmazni, hanem a távoli vidékekről, Pakisztán, Banglades és más országok, afrikai országokból kell hozni a munkaerőt, és ezt látjuk Budapesten. Az összes nyugat-európai barátom, akik nem magyarok, vagy akár Józsi barátunk, aki a New Yorki Magyarok Szervezetének az alelnöke, és most itt van közöttünk, ő maga is elmondja, és a nyugat-európai francia, holland barátaim is mindig elmondják, amikor jönnek Budapestre, hogy évről évre látják, ahogy az általuk mintaként vagy álomként látott főváros, ami nem olyan, mint a nyugati fővárosok, kezd színesedni. Pár év alatt vesszük azt észre, hogy színes a főváros, és leszünk majd kisebbség Budapesten, bármennyire hihetetlen ez, még mi ezt meg fogjuk élni, ha ezek a folyamatok így mennek tovább, mint hogy megélték a londoniak, megélték a marseilliek, megélik az amszterdamiak, megélik a párizsiak és a többiek. Európa minden fővárosában ez lesz a vége. De hát azért hagyd mondjak végre valami pozitívumot is a Fidesz jelenlegi kormányzásáról, ha már elmondtam ezeket a rendkívül veszélyes folyamatokat. És ez a Hunyadi sorozat, bár várjuk ki a végét, látom színművész barátunk már aggódva ingatja fejét, várjuk ki a végét, én még nem láttam csak ezt a rövid előzetest, de ugye hosszú évek óta küzd a Mi Hazánk mozgalom, és hát nem is volt még Mi Hazánk, már akkor is küzdöttünk, azért, hogy végre a magyar történelem dicső napjairól készüljenek nagy költségvetésű, komoly filmek, hiszen a sorstalanságot, Saul fiát, a bűntudat erősítést, azt sokáig kaptuk, azt évtizedekig kapták a magyarok. Na most már föl kéne emelni lélekben a magyarságot és a magyar fiatalokat, hogy büszkék legyenek arra, hogy magyarok, nekünk van okunk, nekünk nem kell történelmet hamisítanunk, csak a saját történelmünkből kell ezeket az epizódokat kiemelni, és úgy tűnik hosszú évek után, hogy végre
végre a Fidesz, bár hozzá kell tennem, többek között éppen Szakács Árpádnak volt köszönhető, hogy az előző forgatókönyvből nem lett film, hiszen meg is kellett akadályoznunk már korábban, hogy nehogy a Nándorfehérvári diadalról a Fidesz kormány olyan filmet készítsen, ahol héber tüzérek és cigány pattantyúsok védik meg a Nándorfehérvári várat. És ugye mi nem vagyunk soviniszták, soha nem voltunk azok. Tehát el tudjuk azt mondani, hogy a magyar vitézek mellett voltak más nemzetiségű vitézek, például a szerbek kisebb számban ugyan, mint a magyarok, de voltak szerbek is, akik védték a várat. De héber tüzérekről, ami ráadásul még téves is, mert akkor mondjuk ki, hogy zsidó, mert ugye a héber az nem egy népcsoport, szóval ezt is tévesen határozták meg. Na mindegy, szóval hogy zsidó katonákról, tüzérekről, cigány pattantyúsokról nem nagyon tudunk, talán cigányok, hogyha nagyon történelmi hűséget akarjuk megnézni, akkor lehettek a török oldalon ugye összeszedni a holttesteket és a többi. Tehát ugye ilyen jellegű szerepük volt, ez most tényleg történelmi tény, de hát az, ami ebben a forgatókönyvben volt, azt meg kellett akadályozni. Nagyon egyszerű oka volt ennek is. Ugye a Fidesz úgy jött át a liberális internacionálé oldaláról a nemzeti oldalra, hogy magával hozta a liberális internacionálé világát és azokat a figurákat. Ez a probléma. Ez a probléma. Az előbb említettem, és tényleg nem akarok sokat beszélni a Tisza pártról és Magyar Péterékről, de kell, hiszen sokan azt gondolják róluk, hogy ők esetleg bizonyos szempontból nemzetiek is. Ugye miből gondolják ezt? Például abból, hogy a kék Európai Unió zászló mellett a tüntetésen székely zászló lobogott Debrecenben, nem tudom, azt láttátok-e, ilyen elég furán érzem magam, rávarva egyébként a történelmi egész Magyarország kontúrja, benne az angyalos címerünkkel, a történelmi nagy címerrel. Komoly zavar van a fejekben, aki ezt a két zászlót tartja így együtt. De mégis sokan a Facebookra kiposztolt Vasalbert idézetek és egyéb ilyen kis trükkök miatt azt gondolják, hogy meg hát sok magyar zászló van a tüntetéseken, hogy itt valamilyen magyar érdekeket képviselnek. Na hát erre Borvendég Zsuzsanna tudja a legjobb cáfolatot hozni Brüsszelből, hiszen Brüsszelben már látjuk az Európai Parlamentben, hogy mi az, amit ők valójában képviselnek, a megbízóik, akik mögöttük állnak, többek között ugye Radnai László nagymester, akit személyesen mi nagyon jól ismerünk, hiszen ő volt az, akiről szólt a Jobbik viharos elnökválasztási kongresszusán a beszédem 2018-ban. Ugye ő volt az, aki a rendkívül gyenge, szilárd, elvi, eszmei alapok nélkül létező Vona Gábort irányítani tudta. Minket nem tudott irányítani, ebből lett ugye a Mi Hazánk mozgalom, és most talált egy új szereplőt, Magyar Péter váltotta a, hát Vona Gábort ugye, aki nem jött be, aki nem vált be, akit ugyan visszahívtak, most már van sejtésem, hogy kik, eddig ugye nem volt világos, de ugye most is csak 0,6%-ot ért el, tehát valószínűleg a hangsúlyt Magyar Péterre fogja ugyanez a társaság helyezni. Ez a nagyon egyszerű oka annak, hogy hosszú hónapokon keresztül eltitkolták azt, hogy Magyar Péter valójában nem az alelnöke a Tisza pártnak, már réges-régen a választások előtt is elnöke volt, ugyanis volt egy másik alelnök, akit el kellett dugni, csak a Magyar Jelen leplezte le már jóval a választások előtt. Ugye a fotósorozatával Radnai Márk, Radnai László fia, nagyon jól ismerjük ezt a társaságot. Külön érdekességképpen szeretném megjegyezni, ha már a metáról és a cenzúráról sokat beszéltetek előttem, hogy ez a Radnai László, aki a fő mentora, irányítója a háttérből a titokban, és már a fiát is odaültette Magyar Péter mellé, éppen abban az időben dolgozott a Bertelsmann nevű németországi cégnek, tehát nem német, németországi nagy globális nagyvállalatnak, amely többek között az RTL klub, most már ugye RTL tulajdonosa is, és az ő tulajdonukban lévő cég az, amely moderálja a Facebookot. Az összes úgynevezett magyar moderátor Berlinben ül a Bertelsmann tulajdonában lévő cégnél, tehát Radnai László pontosan 2019-ben a Bertelsmannnál dolgozott, úgyhogy nagyjából sikerül összerakni a mozaikot, hogy kik intézték el, hogy a Facebookon a Mi Hazánkat, illetve hát
szerény személyemet, veszélyes személyé nyilvánítottak, miért van az, hogy minket elfojtanak, miért van az, hogy minket cenzúráznak, nem tudom az RTL Klub híradóban hányszor adtak hírt mondjuk a Mi Hazánk mozgalomról, mivel botrányok nem fűződnek hozzánk a tevékenységünkhöz, ezért ugye nem nagyon tudnak miről beszélni, de ugye nagyjából most már azért látjuk, hogy név szerint is látjuk, hogy ki az a kör, aki a Tisza párt és Magyar Péter mögött áll. Így aztán nem lep meg minket az, ami Borvendég Zsuzsanna híreiből visszaköszön. Cson nélkül azonnal beültek Ursula von der Leyen csapatába, beültek az Európai Néppártba, a legsötétebb globalista gyülekezetbe. Nem csak, hogy megszavazták, nem csak, hogy támogatták azt az Ursula von der Leyent, aki nem csak levezényelt az egész Covid történetet, óriási anyagi hasznot húzva, ugye Heiko von der Leyenen, a férjén keresztül, a Pfizeren keresztül, hanem konkrétan már réges-régen le kellett volna tartóztatni a korrupciós bűncselekményei miatt Brüsszelben. Tisza pártot ez nem zavarja, akik itthon a korrupció elleni harc vezetői, ugye, őket nem zavarja, hogyha Brüsszelben ugyanazt csinálják, mint a Fidesz itthon. Nem csak, hogy megszavazták, hanem Borvendég Zsuzsannának köszönhetően, ugye ezt végig fotózta Zsuzsa, hogy állva tapsolták Ursula von der Leyent, és a legszebb, hogy amikor észrevette Magyar Péter, hogy Zsuzsa ott van és figyel, és a telefonja rájuk van irányítva, utána gyorsan leült kényszeredetten, de Zsuzsa ezt is lefotózta. Én pedig kíméletlenül nyilvánosságra hoztam, és kíméletlenül minden fórumon, és ha megyek esetleg valamilyen televízióba, mindenhol el fogom mondani, a végtelenségig ismételgetni fogom, mert így tudom áttörni az elhallgatás falát, ugyanis ez sehol nem jelent meg a hírekben. Ezt nagyon szépen azért ugye próbálták itthon elhallgatni. Innentől kezdve akkor tudjuk, hogy kit képviselnek, virtigli globalisták, akik azokkal a milliárdokkal, amelyekkel rendelkeznek, azzal a pénzzel, ami mögöttük áll, pontosan tudjuk, hogy honnan érkeznek ezek a pénzek. Ugye Schiffer András szokta azt mondani, és ez nekem nagyon megtetszett, mikor azt mondja, hogy a mikroadományozók, ugye? Tehát ismerjük ezeket a mikroadományozókat, akiknek köszönhetően havonta több százmillió forintból tud működni egy Telex, több százmillióból tud működni egy Partizán nevű YouTube csatorna, és néha egy-egy fél évre ugye amerikai kiképzésen találkozunk ezekkel a szereplőkkel, politikusokkal, újságírókkal, megmondó emberekkel. Úgyhogy nagyjából akkor összetudjuk rakni, hogy kik állnak e mögött az oldal mögött. Ugye maradt még a DK, hát róluk szerintem sokat nem kell mondani, ugye szenvednek, tehát rettenetesen szenvednek, kínlódnak most. Ha hihetünk a közvélemény kutatási adatoknak, ugye nem, tehát nem hihetünk nekik a mi esetünkben, de azt azért elmondhatjuk, hogy az AVEC legutolsó kutatása alapján, ugye, ami most jelent meg, 8%-on áll a DK, a Mi Hazánk pedig 7%-on áll. Ez azt jelenti, hogy ha hetet mondanak, akkor ugye nagyjából olyan 8-9-10-et kell reálisan számítanunk a Mi Hazánknak. A DK-t pedig már most a választásokon láthattuk, hogy mivel hárman indultak, tehát nem egyedül indultak, gyakorlatilag, hogyha leválasztjuk róla az MSZP-t, a Párbeszédet és az összes többi szövetségesét, akkor kimondhatjuk azt, hogy a Mi Hazánk megelőzte a DK-t, és a harmadik legerősebb párt vagyunk, de ez célunk is, hogy mindenféleképpen azzá váljunk, mint a harmadik út. A DK talán annyiban tisztességesebb, még akkor is, hogyha nagyon meglepő, amit most mondok, hogy a Tisza párttal ellentétben ők legalább őszintén vállalják, hogy nem akarnak Magyarországot, ők európai egyesült államokat akarnak, és föl akarják számolni a magyarságot, tehát legalább ők ebből a szempontból nyílt lapokkal játszanak. És ugye maradt még a Mi Hazánk, hiszen négy olyan politikai erő maradt talpon a mostani választások után, ugye ezt tavasszal jeleztük is előre, akik a 2026-os választásokat eldöntik, és eldönthetik, hogy Magyarország milyen irányba halad tovább. Akkor egy pár szót magunkról, hogy mi az elképzelésünk, a stratégiánk, és miért mondtam azt, hogy bár gazdasági és egyéb kérdésekről is akarok még pár szót szólni, bár kevés az időm, de mégis a demográfiához, a népesedéshez fog kapcsolódni. Ugye a nyáron sokfelé jártam, egyrészt Brüsszelben, és nagyon büszke vagyok arra, hogy létre tudtuk hozni ezt a frakciót, akiket a politikai elődeinknek szoktak nevezni, bár én ezt nem szeretem, és egyáltalán nem érzem a jogfolytonosságot mondjuk a Jobbikkal. Talán a mi éppel nekem
vagy miéphez több közön van, mint a Jobbikhoz, de bárkit is nézünk, senkinek nem sikerült ez a bravúr, és igenis erre nagyon büszke vagyok, hogy mi ezt létre tudtuk hozni, és bár Zsuzsa elmondta, hogy a személyes kapcsolataim milyen sokat számítottak, akkor én meg hagyd mondjam, hogy Zsuzsa milyen sokat számított, mert amikor Brüsszelben meghallgatták a szövetségeseink, akkor sorba hívtak a német barátaim az AfD-től, hogy hú, de komoly jelöltet küldtünk, és tényleg azóta látjuk azt, hogy Zsuzsát nagyon, kezdik nagyon komolyan venni ebben a frakcióban, a történész tudós lett ebben az európai frakcióban, és mi nem bekéreckedtünk egy frakcióban, hanem irányítói akarunk lenni, ha már alapítói vagyunk ennek az új európai frakciónak. Most pedig alakul az új európai párt, amelynek én magam is belépő tagja vagyok. Én ezt nagyon nagy dolognak tartom, hiszen jelentősen fölértékelődik a Mi Hazánk mozgalom szerepe, így a globális és az európai politikában, hogy egy saját frakciót, egy saját európai pártot tudtunk létrehozni. Ugye említettem azt, hogy számításaink szerint, hiszen 10% fölött végezhettünk volna a januári mérések alapján az európai parlamenti választásokon is, elvehetett 1-2 európai mandátumot a magyar pártrendszer átalakulása, és az a zavar, ami azt gondolom 2026-ra letisztul, tehát mindenki jobban fogja látni, hogy mi is az a Tisza párt, ezt nem lehetett a választások előtt látni, hiszen Magyar Péter akárhova ment, mindig úgy válaszolta, hogy éppen hallani akarta a közönség, és szépen elkerült minden kínos témát, minden határozott állásfoglalást, tehát nem mondott semmit az LMBTQ kérdésre, sok ilyen megosztó, nehéz témát kikerülve meg tudott nagyon sok embert téveszteni. Én azt gondolom, hogy ezt már 2026-ban nem fogja tudni majd megtenni. Viszont ha már ezt említettem, és valóban ez nekem nagyon nagy szívfájdalmam volt, mármint hogy elvett tőlünk egy-két EP mandátumot, de tulajdonképpen minden politikai célunkat elértünk. Hiszen mi volt a célunk, hogy bekerüljünk az Európai Parlamentbe, és létrehozzuk ezt a hosszú évek óta a háttérben építgetett új európai pártot és európai frakciót. Ezt meg tudtuk tenni, sőt, ahogy mondtam, Borvendég Zsuzsa vezető személyiségévé válik ennek a frakciónak, és ki tudta venni az alapító nyilatkozatból a felvilágosodás és a zsidó-keresztény műszót, hiszen van zsidó kultúra és van keresztény kultúra vagy vallás, a kettő nyilván nem ugyanaz, de ezt, ha Zsuzsa nem mondja el, akkor más nem vette volna észre talán. Úgyhogy nagyon, nagyon fontos szerepet játszunk Zsuzsán keresztül az európai porondon is. Viszont a vártnál is fényesebb győzelmet arattunk az önkormányzati választásokon, és minden előzetes elképzelésemet és várakozásomat felülmúló mandátum számot nyertünk az önkormányzati választásokon. 160 képviselői mandátumot nyertünk, ami óriási eredmény. És ha már fölhívtuk néhány jelenlévőre a figyelmet, akkor hagy hívjam föl még egy jelenlévőre a figyelmet. Immáron most már nem a 4000 lakosú Ásotthalom, ami az Ágmozgalom fővárosa, hanem a 12 ezer lakosú város, már majdnem azt mondtam, hogy nagyváros, Pilis lett az, amit elfoglalt a Mi Hazánk mozgalom. Egy igen nagy háttérmunkával, ügyes háttérmunkával sikerült ebben a városban közülünk polgármester találni, és itt van László Attila, akkor neki is kérek egy tapsot. Pilis. Pilis megválasztott polgármestere, és most hatalmas feladat lesz számunkra, hogy Attilával közösen megcsináljuk azt, amit Ásotthalmon megtudtunk, tehát egyfajta ilyen bemutató teremmé alakítsuk Pilis, mutassuk meg a magyaroknak, hogy milyen az, hogyha Mi Hazánkos kézbe kerül egy város, és milyen az, amikor majd az ország irányítása lesz a mi kezünkben. Kétségem nincsen afelől, hogy Attila erős kézzel, a csapatával, a Magyar Önvédelmi Mozgalommal rendet fog tenni ebben a városban, ahol a közbiztonsági helyzet megromlott, és minden esély megvan arra, hogy még fejleszteni is tudja majd a várost, hiszen az ország számos pontján a mérleg nyelvévé vált a Mi Hazánk mozgalom, megkerülhetetlen erő lettünk, nem tud már a Fidesz a Mi Hazánk nélkül számos helyen kormányozni. Remélhetőleg 2026-ban is elmondhatjuk az országról, hogy már nem lehet a Mi Hazánk mozgalmat megkerülni, és tudjuk így érvényesíteni a saját ügyeinket, a saját politikánkat,
hiszen Pest vármegyében 8 fős frakciót alakíthat a Mi Hazánk mozgalom, és nincs meg a Fidesznek a többsége, úgyhogy elég érdekes események várhatóak a vármegyében, viszont olyan lobby erőt tudunk ezáltal képviselni, amelyre mondjuk nekem ami polgármesterként soha nem lett volna esélyem Csongrád Csanád vármegyében. Úgyhogy nagyon-nagyon fényes eredményeket értünk el a választásokon. A Dél-Alföld 3 vármegyében, Bács-Kiskun, Csongrád Csanád, Békés vármegyékben mindenhol 20% fölötti eredményt ért el a Mi Hazánk mozgalom. Nemzeti Radikális Párt ebben a térségben, hát főleg a saját vármegyében soha ilyen erős nem volt, soha ilyen eredményt a Dél-Alföldön nem ért el, mint a Mi Hazánk mozgalom. Tulajdonképpen azt látjuk az önkormányzati választási eredmények tüzetesebb vizsgálatánál, hogy azt már elértük, hogy a kisgazda párt megszűnése vagy kivonulása a fősodratú politikából teremtett egy űrt, amit most a Mi Hazánk mozgalom mára betöltött. Ezt látjuk. Tehát a kis településeken mindenhol a második legerősebb párttá váltunk, ami most egy nagyon nagy feladat, hogy a megyei jogú városokban és Budapesten is erősítsük a jelenlétünket, a támogatottságunkat, nagyon jó szervezeteink vannak ott. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk eljuttatni a programunkat, például a budapestiekhez, hiszen Budapest, budapesti eredmény, ami még mindig országosan lehúzza a Mi Hazánk mozgalmat, miközben nekünk van talán a legjobb és egyedüli olyan egész Budapestre vonatkozó komplex fejlesztési programunk, amelyet tovább szeretnénk még bővíteni, amely, hogy az előbb mondtam, Budapestet a világ első számú turisztikai célállomásává teheti, úgy, hogy abból nagyon sok magyar megéljen és munkahelyet tudjon majd kapni. A mai katasztrofális helyzetben, amikor a luandai repülőtérről jobb úton megyek be a főváros belvárosába, mint Budapesten, ha valaki a Feri-egyi repülőtérről megy be, ilyen körülmények között is a magyar gazdaság 10%-át a turizmus teszi ki, a bevételeink 10%-át. Képzeljétek el, hogyha lenne egy épeszű, komplex fejlesztési elképzelés, ami nem a lombkorona sétányokra helyezi a hangsúlyt, ott, ahol lomb sincsen, nem a kilátókra költjük el a pénzeket, ahol egyébként nincs kilátó, hanem például azokat a pontokat kell fejleszteni, mondjuk Budapest, ami világviszonylatban is turisztikailag eladható csúnya szóval, és a fél világot ide lehetne hozni, hogy itt hagyja a pénzét, a devizát, ami a legjobb lenne a gazdaság fejlesztésre, csak nem úgy kellene ezt működtetni, hogy az jelenleg zajlik, hogy a 7. kerületből buli negyedet csináltak, és a budapestiek ahelyett, hogy, és a magyarok ahelyett, hogy hasznát látnák a turizmusnak, mit látnak, részeg, legénybúcsús, meg leánybúcsús, nőnek öltözött nyugat-európai, meg amerikai férfi turistákat, akik bedrogozva részegen telehányják Budapest belvárosát reggel. És ezt látja a munkába siető ébérért dolgozó magyar honfitársunk. Nem így kellene működtetni a turizmust, hanem egy komplex fejlesztési program kell hozzá, hogy a magyaroknak hasznot hozzon munkahelyet és gazdasági fellendülést. Ez a következő időszak nagy feladata lesz, hogy a budapestieknek elmagyarázzuk, hogy valójában csak mi akarjuk Budapestet is fölemelni, nem csak a vidéket. De vidék nélkül nem lehet magyar jövőről beszélni. És engedjetek meg nekem, bár az idő vészesen rohan, egy nagyon-nagyon-nagyon rövid tapasztalat átadást. Az Amerikai Egyesült Államokban jártam a nyáron, és nem csak a New Yorki ENSZ központban vettem részt az ülésen, mert az ember bár a gázai konfliktusról érdekes adatokat kap ott is, de elmentem Pennsylvániába, tudatosan szerettem volna megnézni az amis közösséget, hogy hogyan is élnek az amisok, és ugye azóta az ő példájukat szeretném nektek is elmondani. Eltöltöttem egy napot egy pennsylvániai amis közösséggel, hogy kicsit tanulmányozzam őket, ami nagy dolog volt, mert ugye nem nagyon fogadják be az idegent. És a következőt tapasztaltam. Miért szeretném őket megérteni? Azért szeretném őket megérteni, ha már demográfiáról beszéltünk, és Dóra nagyon sok rendkívül fontos dolgot ezzel kapcsolatban elmondott, amit most nem akarok megismételni, de tényleg nincs jövő népesedés politika nélkül, hogy az elmúlt, nem 100 év, az elmúlt 20 év viszonylatában a világon a leggyorsabban növekvő populációk
között van gyakorlatilag az első helyen egy olyan közösség, amely nem afrikai. Ugye az országok versenyében az első 10 ország mind afrikai. Mind afrikai, ahol ugye a legmagasabb a népszaporulat. De nem egy afrikai fekete közösségről beszélünk, hanem egy hófehér európai közösségről, ahol magam is tapasztaltam, hogy átlagosan olyan 7-8-9 gyermek van egy családban. 20-22 ezer főről 370 ezer főre növekedett az elmúlt évtizedek alatt az amis közösség az Amerikai Egyesült Államokban. Mi a titka ennek a közösségnek? Hogyan létezik az, hogy európai, tehát a mi civilizációnk, ahol mindenhol ezeket a népesedési mutatókat látjuk, amelyről Dóra olyan részletesen beszélt, hogyan létezik, hogy mégis ennyire virulens közösség tud lenni? És a következő az, amit ott létemkor megtapasztaltam a velük való beszélgetések, látogatások, beengedtek a házaikba, a tanyáikba, ültem a kis hintójukba, vagy fiáker, nem is tudom mi annak a pontos neve. Hát a következő. Először is van hitük. És ugyanez egy anabaptista keresztény közösség. Én magam katolikus vagyok, és ezen nem is akarok már változtatni 46 évesen minek. Ennek születtem, így fogok meghalni. És nem egyházi kérdést szeretnék ebből csinálni. Hanem arról szeretnék beszélni, hogy hisznek Istenben, hisznek valamiben. Nem pusztán önmagukban, a materiális javakban, minél több pénz, minél több jólét, hanem, amiről ugye Dóra is beszélt, van egy hit. Ez egy fontos dolog. De legalább ennyire erős ebben a közösségben a nemzettudat és a tradíciókhoz való ragaszkodás. A mai napig a Németország, és ugye Svájc német nyelvterületéről kivándorolt őseik nyelvét, egyfajta dialektus, tehát hiába tud valaki most itt németül közülünk, nem fog tudni azon a nyelven velük beszélni, illetve fog tudni, hiszen minden amis jól beszél angolul és németül is, tehát az irodalmi németet is beszélik, de ők otthon kizárólag a 18. században Európából Amerikába kivándorolt őseik nyelvét és dialektusát beszélik. Ezzel szemben nekem ma már egyre jobban meg kell erőltetnem magamat, amikor hazamegyek, hogy tudjak még szögediesen beszélni. Mert hogy mi elveszítjük a hagyományainkat, elveszítjük a nyelvjárásainkat, szépen elkezdtünk itt feloldódni, és ha a hitünkről beszélek, legyünk őszinték, óriási baj van ezen a téren is, és nem tudom megkerülni az egyházak felelősségét, és a katolikus egyház felelősségét is ezen a téren. Viszont én egy pártelnöke vagyok, tehát nem venném át az ő szerepüket. Ugye én mindig is elmondom, és mindig is ragaszkodok hozzá, hogy a Schuster maradjon a kaptafánál, viszont várom azokat a papokat, lelkészeket, és örülök, hogy van itt is közöttünk, akik tudnak ezen a téren segíteni. Mert valamit tennünk kell, és az ő felelősségük is hatalmas. Nagyon rossz irányba haladnak a folyamatok. Vissza kell adnunk a magyaroknak a hagyományokhoz való ragaszkodást, a büszkeséget, a nemzettudatot. Ezért említettem a Hunyadi sorozatot, hogy legalább most, mintha nem héber tüzérek és cigány pattantyúsok lennének, legalábbis az előzetesben nem volt. Reméljük, hogy most tényleg azt valósítja meg a Fidesz kormány, amit a Mi Hazánk évek óta sürget. Vissza kell adnunk a nemzettudatot, és ezt el kell kezdeni pici gyermekkorban. Nem tudok olyan pártról. Talán nem is volt korábban, én nem emlékszem, hogy a Jobbiknál vagy a Miépnél hasonló lett volna, aki a nagyon kevés állami támogatásából nem kevés pénzt arra költ, hogy egy gyermekmozgalmat hozzon létre. Mi ezt is megtettük, ugye Pajtás gyermekmozgalom néven, és idén már 130 gyermek tagja ennek a mozgalomnak. Mert hogy ha mi egy napon kormányzunk, akkor ezt minden magyar gyermek számára elérhetővé tesszük, és akkor nem lenne most lehetősége a globalista, balliberális oldalnak lázadást szítani a fiatalok között a mobiltelefon használat korlátozása miatt. Amivel egyébként nyilván mi egyetértünk, hogy legalább az iskolában, legalább órán ne az okostelefon szörnyű világa rabolja el a gyermekeinket. De ezt pici gyermekkorval kell elkezdeni, ahogy mi azt elkezdtük a Pajtás gyermekmozgalomban, ahol, vagy akár említhetném a 64 Vármegyi Ifjúsági Mozgalom gyermekmozgalmát, hiszen én magam is az ötletet talán onnan vettem, ha jól emlékszem,
hiszen ők már jóval előttünk ezt elkezdték. Mondom, hogy ők, holott én magam is részt vettem abban a gyermekmozgalomban, és itt vannak a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom vezetői is. Ti tudjátok tanúsítani, hogy akik akkor gyermekként részt vettek azokban a táborokban, ahol én is ott voltam 15 évvel ezelőtt, ma fölnőttként tudják kezelni az okostelefonokat. Őket nem rabolja el. Nem keríti hatalmába az okostelefon. Ezt így kellett volna csinálni, ahogy most a Mi Hazánk ezt csinálja, nem úgy, mint ahogy a Fidesz, jellemző a Fideszre. Tényleg ugyanezt csinálta az LMBTQ kérdésben is, ugyanezt csinálta. Ahelyett, hogy szépen előkészítette volna, szépen neveléssel, csúnya szóval edukálta volna már a gyermekeinket egy jó irányba, hogy maga mondja azt, hogy ne raboljon el a közösségi média és az okostelefon például, ne az algoritmus irányítsa az életemet. Ehelyett mit csinált? Hoz egy törvényt erőből, és aki szembe megy, az giotin alá kell küldeni. Ez politikailag is abszolút zsákutca, amit a Fidesz csinál. Sőt, a legrosszabbat teszi, a fiatalok tömegei Magyarországon elkezdenek lázadni az egyébként rongyrázó, korrupt, óriási, hatalmas jaktokon ülő rendszert látva, mit csinál egy fiatal? Ez ellen föllázad, hiszen ő pedig nem él túl jól, és azonosítja a lázadást a nemzeti értékek elleni lázadással, azzal szembeni lázadással. Kifejezetten az, amit a Fidesz tesz az összes ilyen téren, akár a nemzeti, vagy akár az előbb említett hagyományos keresztény értékek területén, az kontraproduktív és káros lesz a jövő nemzedékei szempontjából. A Mi Hazánk egészen máshogy kezeli ezt, gyermekmozgalommal, neveléssel, példamutatással. Szerintük ezek fontos dolgok. És nyilvánvalóan a keresztény nemzeti kurzusnak nem fog jót tenni Bese Gergő atya. Napokban kirobbant, felfoghatatlanul mocskos, elképzelhetetlenül sátáni kettős élete, aki a karmelita kolostort felszentelte a kormány bevonulása előtt. Tehát ezen a téren hatalmas a felelőssége a Mi Hazánk mozgalomnak, hogy tényleg jó irányba tereljük a következő nemzedékeket, hogy legyen miről beszélni, hogy legyen jövő. Tradíció, hagyomány, értékek, hit, ezek nagyon fontosak, hogyha azt akarjuk, hogy a magyarság megmaradjon, és több gyermek, több család legyen a hazánkban. De nem csak ez kell hozzá, hanem ahogy Budapestet fel kell emelnünk, ugyanúgy a vidéket pedig meg kell mentenünk. És mielőtt arról beszélnék még pár szóban, hogy hogyan lehet a vidéket megmenteni, és mit fog tenni ezen a téren most a Mi Hazánk mozgalom, hadd tegyem hozzá, hogy ezek az elképzelések egészen biztosan nem tudnak megvalósulni akkor, hogyha sivataggá változik ez a magyar vidék, és főleg a nagy magyar Alföld. A Mi Hazánkon kívül hosszasan sorolhatnám azokat az ügyeket egyébként, amit egyedül a Mi Hazánk képviselt az elmúlt években. Hosszasan tudom sorolni azt is, ahol eredményeket értünk el, ellentétben más ellenzéki pártokkal. Legyen az például a kút regisztrációs elképzelés, ami kútadóhoz vezetett volna, annak a megakadályozása. És ehhez két dolog kellett, a rengeteg aktivistánk, aki az utcán gyűjtötte az aláírásokat, több tízezer aláírást, és a parlamenti frakció, aki ezzel és a több tízezer aláírással szembesíteni tudta Orbán Viktort. És így meghátrálásra tudtuk kényszeríteni. Mondhatnék nagyon-nagyon sok példát, most ami nagyon aktuális, a készpénz használat alkotmányos védelme. Nincsenek illúzióim, mivel a Fidesz beszállt a bankszektorba, nyilván az egész Európában kimagasló banki költségeket nem fogja csökkenteni, de legalább talán az alkotmányos védelmet el tudjuk érni a készpénz használat terén, majd meglátjuk, remélhetőleg folytatódnak a tárgyalásaink Lázár Jánossal, eddig ugye már túl vagyunk több tárgyaláson, ahol biztató fejleményeket mondott a miniszter úr Orbán Viktor megbízásából, tárgyal velem, és legutóbb azt mondta, hogy a Fidesz frakció valószínűleg meg fogja szavazni a Mi Hazánk kezdeményezését. Tehát lehet eredményeket elérni, ahogy szoktam mondani, ameddig nem mi kormányzunk, mint ahogy Pest vármegyében már mi tudunk kormányozni, ameddig nem mi kormányozzuk az országot, addig kárt enyhítünk. Ez is valami. De itt van egy újabb ilyen fejlemény, ahol eredményeket kell elérnünk, hiszen egyedül mi képviseljük, ez pedig a vízgazdálkodás kérdése. Tavaly éppen itt kezdtünk el beszélni a témáról.
és már oda jutottunk, hogy jövő héten szombaton, szeptember 14-én ásotthalomról indulva egy gazdatüntetést szervez a Mi Hazánk mozgalom. Traktorokkal vonulunk a szegedi kormányhivatal és az agrárkamara épülete elé. Megpróbáljuk a kormányt arra kényszeríteni, hogy a több mint 200 éves, a mindenkori magyar kormányok, nem csak a Fidesz, az előző, tehát a balliberális kormányok mulasztását tegye jóvá ez a kormány, és ismételten egy pozitív fejleményről már be tudok számolni. Nem pusztán arról, hogy a főispán, akit megkerestem és tárgyaltunk erről, aki elmondta, hogy hát petíciót nem akarnak átvenni, de adjuk már oda a szakmai javaslatainkat, amiket majd itt veletek együtt kidolgozunk, mert igazából halvány gőzük sincsen, hogy mit kellene tenni. Kiterítette elém a Vármegye térképét, hogy most mutassa már meg, hogy a homokhátságon hol vannak csatornák. Hol van benőve gazzal? Halvány gőze nincs egy főispánnak, aki ezért a területért felel, ahol viszont egy éven belül, aki megmaradt még, aki még működteti a magyar mezőgazdaságot, nagyon kevesen maradtak, ők is feladják. Mindenki. Akkora a baj. És gőze nincsen a főispánnak és a kormánynak arról, hogy mit kellene tenni. Ez a ti felelősségetek, mert én is tőletek kapom a javaslatokat. De akkor, hogy mondjak egy jó hírt megint, sikeres volt már az is, hogy bejelentettük a tüntetést. Tavaly, amikor a migráció és az el nem szállított csempészautók miatt tüntettünk, Mihályfi Béla, a mi térségünk fideszes képviselője, rögtön tartott egy sajtótájékoztatót, és el tudták szállítani a csempészek autóit. Most hasonló történik. A térség polgármesterei hívtak föl, hogy néhány nappal a tüntetésünk előtt indít Mihályfi Béla, a Fidesz országgyűlési képviselője egy aláírásgyűjtést a homokhátságon, hogy a kormány végre tegyen valamit a vízgazdálkodás kérdésében. Fantasztikus, fantasztikus. Na ezért kell a Mi Hazánk mozgalom. Ezért is kell a Mi Hazánk mozgalom. A vidék megmentése terén még két nagyon fontos eseményt szeretnék elmondani. A két nagyon fontos esemény, ami túl azon, hogy meg kell menteni Magyarországot a teljes kiszáradástól, és akkor van értelme erről beszélni, ezt nem tudjuk elérni, akkor nincs értelme, hiszen nem lesz mezőgazdaság. Tehát mi azt az irányt szeretnénk követni, hogy szeretnénk megmenteni Magyarországot és a Kárpát-medencét. Most ha megmentjük, ha sikerül megmenteni, akkor jön még egy következő nagyon fontos feladat. És ez pedig az, hogy a magyar gazda terményeit, produktumát, tehát kezdve a méztől, sokat beszéltünk már a mészekről, minden terményig közvetlenül juttassuk el a magyar vásárlóhoz. Ez egy nagyon-nagyon régi álom, ma is vannak kosárközösségek, őket szeretnénk ebbe bevonni. Mindazokat a szervezeteket, itt is van közöttünk, ugye Nitály barátunk, akik ezt nagyon-nagyon komolyan szervezik, a túlélő közösségek. Szeretnénk őket ebbe bevonni, és elindítani egy olyan vásárt. Én úgy fogalmaztam, hogy az MDF piacok óta nem tett magyar parlamenti párt olyat, amit most a Mi Hazánk mozgalom. Megszervezzük az ország minden pontján, tehát vármegyéről vármegyére a hazai vásárokat, ezt a nevet találtuk ki, amely programunk vezetője Szabad István, a pártigazgatónk, akik megszervezik azokat a vásárokat, ahol megpróbáljuk azokat a kereskedőket, nagyrészt ugye multicégeket kikerülni, akik irgalmatlan károkat okoznak, nyerészkednek, aztán utána a pénzüket pedig arra fordítják, hogy ne legyen nemzeti politizálás vagy nemzeti kormány Magyarországon. Őket ki akarjuk kerülni. Október 13-án Csongrád városában lesz az első hazai vásár. Mindenkit hívunk szeretettel, és aztán hónapról hónapra megyünk tovább, vármegyéről vármegyére. A másik nagyon fontos ilyen projektünk, az pedig egy expo és konferencia megszervezése, amellyel új piacokat keresünk minden magyar gazdasági szereplő számára. Tehát nem csak a mezőgazdaság, hanem a KKV-szektor, kiemelten a KKV-szektor számára is. Ez pedig az öböl menti országok piaca, ami ugye adja magát, hiszen ott már tényleg sivatag van, viszont irgalmatlan sok pénz, és szinte mindent importálnak, főleg olyan dolgokat, amiket Magyarországon a legjobb minőségben tudnánk előállítani és megtermelni. Ugye ezen hosszú hónapok óta dolgozunk, és idén november 9-én
a Hung Expo területén, úgyhogy ott csak néhány betűt kell majd fölírnom az épületre, és Hungulf Expo lesz kiírva. A Hung Expo területén rendezzük meg az első ilyen expót, ami hát megint olyan lesz, amit magyar párt még nem csinált. Képzeljétek el, hogy mi mindent tudnánk megvalósítani, hogyha kormányoznánk és nem ellenzékben lennénk. És megpróbáljuk összekötni, tehát ahogy mondtam, a független magyar gazdaságot. Ha nem tudjuk a független magyar gazdaságot felépíteni, nincs magyar jövő. És ebből a jelenlegi globális hálóból nem az akkumulátorgyárak lesznek a kitörési pontok, ezért ellenezzük a kormány akkumulátorgyár koncepcióját, az szintén csak károkat fog nekünk majd okozni. De ha már ezeket említettem, akkor még gyorsan hagyd tegyem hozzá, hogy mi látunk még egy nagyon fontos értéket, ami Magyarországot felemelheti, és ez pedig a magyar szellem, a magyar tudás. Én azt gondolom, ebben a körben erről nem kell sokat mondanom, mindannyian tisztában vagytok azzal, hogy a magyarság egy különleges nép. Különleges tudással, különleges kreativitással, de mondhatnám fizikummal, hiszen hogyha az olimpiai szerepléseinket mondjuk az elmúlt néhány száz évben megnézzük, bár most már az is majd egyre rosszabb lesz, ahogy a magyarság kihal, hogyha nem teszünk valamit. Azt hiszem, hogy az új jövevények, a vendégmunkások, vagy a bangladesi futárok gyermekei nem fognak olyan eredményeket az olimpiákon elérni, mint a magyarok. Valamiért ezt érzem. Szóval a magyarok, mivel egy különleges nép, különleges képességekkel rendelkezik, ezért nagyon fontos lenne ezt a tudást megőriznünk, és nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Mondhatnám azt is, hogy egy magyar szilíciumvölgyet álmodik a Mi Hazánk mozgalom, de nem pontos, hiszen nem csak az információtechnológia, csúnya szóval IT szektor számára szeretnénk egy ilyet létrehozni, hanem minden magyar tudást szeretnénk itt. Ha úgy tetszik, akkor a K plusz F kutatásfejlesztést szeretnénk felemelni, ugyanis éppen azt tapasztalom a külföldi találkozóimon, hogy még mindig a legfontosabb értékeink között ez ott szerepel. Tehát amikor megkérdeztem Bahreinben, Szaúd-Arábiában, vagy éppen az emírségekben, hogy Magyarországról mi az, ami kellene nekik, mi az, amiért ők fizetnének, mindig ott volt az első 3-4 között a tudás. Arról a fajta semlegességről, gazdasági semlegességről, amiről Orbán Viktor beszél, ami nagyon jó, ugye szavakban nagyon sok közös, retorikailag közös mondat elhangzik a Mi Hazánk és a Fidesz esetében, de azt látjuk, hogy ebben a térségben is, mint kés a vaj, úgy tudtam haladni, ugyanis ha véletlenül elkeveredett oda a Fidesz kormány valamelyik tagja, akkor is a NER üzletembereinek kérdezgetett üzleti lehetőségekről, nem a magyarság számára, mint amit mi teszünk. És örülök annak, hogy miután tavaly sikerült nekünk megalakítani a Bahreini Magyar Parlamenti Baráti Csoportot, most megtörtént az, hogy a múlt héten végig Szijjártó Péter Bahreinben tartózkodott, felfedezte, hogy ott a rengeteg pénz és a lehetőség, igaz, rövid nadrágban, és ebből lett egy kis nemzetközi perpatvar. Ugye ezekben az országban nagyon fontos a protokoll, hát én is. Szóval nem rövid nadrágban szálltam ki a repülőből, na, finoman fogalmazva. Szóval nagy lehetőségeket látunk a magyar tudásban, de ahogy a mezőgazdaság esetében azt mondtam, hogy a 24. órában vagyunk, nagyon kevés időnk maradt arra, hogy megmentsük a magyar vidéket, a magyar mezőgazdaságot. Ugyanezt tudom mondani a magyar tudástól. Az oktatási rendszerünket teljesen át kell alakítani, egy másfajta oktatási rendszer. Nem úgy, mint ahogy a balliberálisok szeretnék, hanem egy olyan oktatási rendszer kell, ami a tudást adja a fiataljainknak, nem áltudományokat, és nem fölöslegesen terheljük őket ilyesmivel. Mindemellett tényleg még egy mondat, és befejezem. Nagyon fontos, hogy olyan társadalmi csoportokat elkezdjünk megcélozni, amelyekre senki más nem gondol. Most eddig csupa olyan ügyről beszéltem, amit sem a globalisták, sem a Fidesz nem akar képviselni. A magyar dolgozók képviselete, Lantos János barátunk elképesztően sokat tartózkodik, a magyar munkások, mert még vannak ők is, tehát nem csak a magyar parasság, amiről ma már beszéltem, vannak még mindig magyar dolgozók ebben az országban, még nem sikerült mindenkit lecserélni pakisztáni, bangladesi vendégmunkásra, bár ez a cél jelenleg. Nagyon fontos, hogy az ő érdekeiket hatékonyabban tudjuk a jövőben képviselni, de mondhatnám a rendvédelmi szervezetek tagjait, akiknél nem csak arról kell beszélni, hogy magasabb fizetést kell nekik adni, hanem a jogköreiket át kell alakítani. Az nonsens, hogy 30 éve az SZDSZ szellemisége uralja a rendvédelmet, tehát a rendőrnek kevesebb joga van, mint a bűnözőnek. Ezt meg kell változtatni, és vissza kell térni
a rendpártisághoz, aki bűnöző, aki megrögzött bűnöző, vagy ezzel a szándékkal törve az országba, azok számára nincs kegyelem. Őket ki kell vonni a társadalomból, a tisztességes és tevékeny építő dolgozó magyarok érdekében. Illetve egy nagy feladatot szeretnék mindenkitől kérni, hogy mindazt megvalósítsuk, amiből most néhány ilyen pontot vázoltam, és hogy hát ha nem is 8-9-10 gyermek lenne mondjuk az átlag a magyar családokban, bár jó lenne, mint amit az amisoknál, de hogy ebből a katasztrofális népesedési helyzetből is előre tudjuk, föl tudjuk lendíteni a magyarokat, az azt gondolom, hogy ahogy az Dóra is mondta, egy teljes szemléletváltás, egy totális gazdasági szemléletváltás, tehát visszatérni a vidékre például, ne hagyjuk azt, hogy a hungarikum, a magyar tanyavilág teljesen megsemmisüljön, most egyébként annak a szélén állunk. Újra kell népesíteni a vidéket, haza kell hozni a rengeteg külföldre menekült magyar honfitársunkat, tehát rengeteg olyan feladat vár ránk, amit nélkületek nem fogunk tudni végrehajtani, tehát számítunk rátok, ezt nagyon fontos hangsúlyoznom, számítunk a véleményetekre, és időről időre szeretnénk, hogyha tudnánk egymással kommunikálni, nyilván nem egyszerű, hogy mindig mindenkivel összehozzuk, de nagyon fontos lenne, hogy maradjunk kapcsolatban. Még egyszer köszönöm, hogy végighallgattatok.